Az Ötvös Loránd szerepe a Föld alakjának, illetve a Földről alkotott ismereteinknek a fölhalmozásában, tehát mérései a geodéziában és adalékai a Föld alakjához. Erről fogok beszélni, és amikor erről beszélek, akkor mindig a gravitációs mérések történetével kell ezt kezdeni, mert ebbe a sorba illeszkedik az, amit Ötvös csinált, és hogyan tudjuk megmérni a Föld nehézségi gyorsulását, hát ezt már tulajdonképpen az 1600-as évek óta erre vannak módszereink. Ugye először, hát Galileihez kötik, de valójában Mersenne volt az, aki az ingának a lengés idejéből már meg tudta azt mondani, hogy nagyjából mekkora a nehézségi erőtér, és ezt a módszert, ezt tökéletesítette Christian Huygens, hát őt azért már ismerjük, ha Mersennet esetleg nem is. Tehát az inga lengés ideje és ennek a függetlensége a kitérés kis szögek esetében a kitérés szögétől, és ezen alapult Huygens nagy találmánya az inga óra. Na most ugyanezt az inga órát tökéletesíti nagyon sok fizikus, hogy aztán a végén az osztrák-magyar földmérésnek egy jeles alakja, Robert Daubleski von Sternek, de csak Sternek néven ismert, 1889-ben hát már terepi mérésekre is alkalmas ingát állítson ehhez képest össze. És körülbelül ugyanebben az időben, tehát két évvel később jön elő Báró Ötvös Loránd az ingájával. Ez tulajdonképpen az ő tudományos pályafutásának a dereka. Hát ő valamikor az 1860-as években, 60-as évek végén végez Heidelbergben, akkor hazaérkezik, Jedlik Ányosnak lesz ő a tanársegédje az ELTE elődjénél, a Budapesti Királyi Tudományegyetemnél, a fizika tanszéken. Ott bekapcsolódik a munkába, nagyon hamar akadémiai levelezőtag, majd akadémiai rendes tag lesz, de tulajdonképpen csak az ő Heidelbergben is elkezdett felületi feszültség méréseit követően az 1880-as évek végén, a 90-esek elején történik meg az ő bekapcsolódása a gravitációs mérésekbe, tehát a tulajdonképpeni Ötvös ingának a bemutatása. De miről is van itt szó, és miért érdekes ez? Ugye a gravitációról először ugye Newton írt, tehát mint fölül mutatok a felső kép, ez Newton 1687-es principiájának egy részlete, és ez most már elérhető szabadon, tehát én ezt nem egy könyvtárban találtam meg, hanem a Google Books-on, most már az összes ilyen 1900 előtti nagy klasszikus elérhető, úgyhogy a principiát is el lehet olvasni eredetiben, nem egy könnyű olvasmány. Nem egy könnyű olvasmány, hát az első sportszerűtlen nehezítés, hogy latinul írta Newton. Hát ezt azért már 1727-től angol fordításban is el lehet érni, tehát azért ezt a nehezítést azt meg lehet oldani. Ami még érdekesebb, hogy alig vagy szinte egyáltalán nincs benne képlet. Ugye mindaz a matematikai formalizmus, ami ma már természetes, és amikor kezünkbe veszünk egy fizikakönyvet, akkor tulajdonképpen más se látunk sokszor. Most nem azt mondom, amikor a DJ-nek az órájára beül az ember és a vektorszámítást tanulja, hanem az alapalgebra, amit azt gondoljuk, hogy ez tulajdonképpen nagyon régi, ez egy körülbelül 40-50 évvel később egy bizonyos Euler nevű koma találja ki ezt a rendszert. Tehát van már Newton idejében is valami Descartes által kitalált jelrendszer, de nem általánosan elterjedt. Tehát Newton ezt az egészet így írja le, hogy itt oda van írva szépen latinul, hogy hát az az erő, ami majd a keringő testeket ott befele rángatja, hát az arányos a tömegekkel, meg arányos a közöttük levő távolság négyzetének a reciprokája, azon oda írva fölül. És akkor tulajdonképpen ezt mi állítjuk össze egy ilyen, ma már a fizika könyvek benne levő, hogy az F erő az a G gravitációs állandó, egyik tömeg, másik tömeg osztva a távolságuk négyzetével. Hát először is Newton nem beszélt egyáltalán ennek az erőnek az nagyságáról, csak azt mondja, ez arányos ez az erő a két tömeggel meg a távolság négyzetével. Az arányossági tényezőt, ezt a bizonyos gravitációs állandót, ezt nem említi. Newton ez egy ilyen, hát kicsit bölcsész, kicsit matematikus, tehát ő ilyen apróságokkal, hogy mi is ott a ténylegesen a kiszámítás módja, nem foglalkozott. Erre még egy 100 évet kellett várnunk, hogy ezt valaki ennek nekiálljon, és amikor ma fogok egy könyvet vagy Wikipédiát, és oda van írva, hogy 6,67 × 10⁻¹ esi egység, és akkor ott még föl van sorolva 5 tizedes jegyig, de mögé van téve, hogy hoppá, már a negyedik tizedes jegynél ott a plusz-minusz. Tehát ez mind a mai napig a legkevésbé ismert univerzális állandó. Tehát ez ma is úgy a kutatás frontvonalában van. Tehát amikor például a fizikai intézetbeli kollégáink, mondjuk
Frey Zsolt és munkatársai a LIGO kísérletben ottan szerepelnek, akkor valahol el is ott van a háttérben, hogy hoppá, mennyi lehet ezen kicsit pontosítani. És tulajdonképpen Eötvös is ezen akar dolgozni. De ugye mi is történt 100 évvel még Eötvös előtt? Cavendish inga, az 1798-as Cavendish kísérlet az alap, hogy tulajdonképpen mi lelógatunk egy torziós szálat, kiteszünk oda két tömeget, és ezt közelítjük ilyen jó nagy, nehéz, ilyen több mázsás valamikhez. Ez volt a Cavendish kísérlet. Okay. Ennek az elve az gyakorlatilag egy pár évvel korábbi, egy Coulomb nevű pofa találta ezt ki Franciaországban a csatorna másik oldalán, aki meg arra használta ezt, ugyancsak a torziós szállal fölfüggesztett valami, ilyen kis, nem is inga, ez valójában egy mérleg, és akkor föltöltött testekhez, más töltött testeket közelített, és akkor nézte, hogy a torziós feszültség az milyen szögnél egyenlítődik ki. Jó, most a töltött testeknél ehhez nem kell olyan túl nagy erő, vagy nem kell olyan túl nagy töltés, az erő az már megjelenik. A gravitációnál azért marha nagy tömegekkel kell itt dolgozni, hogy egyáltalán ez megmozduljon, vagy észrevehető legyen. Ezt próbálta egy John Mitchell nevű fickó már a Cavendish előtt, nem nagyon sikerült neki, és akkor a Cavendish ugyanazt csinálta, mint az Eötvös, hogy akkor próbáljuk mindezt pontosabban. Próbáljuk minél inkább kizárni a műszernek a belső zavaró hatásait. Próbáljuk ezt betenni mondjuk annyira légüres térbe, vagy akkora vákumban, mekkorát csak elő tudunk állítani, és akkor megjelent ez a hatás, és tulajdonképpen Cavendish már 2000-es évig meg tudta határozni az univerzális gravitációs állandót, és ennek eredményeképp a Föld tömegére az első becslést meg tudta tenni. Tulajdonképpen ez a Cavendish inga lesz majd, amit használunk. De még mielőtt ezt elengedjük, most hadd mutassam be a Föld potenciál elméleti alakját, úgy, ahogy ezt ma gondoljuk, ezt a geoidot. Ez persze egy elképesztően túlmagasított, körülbelül olyan 10.000-szer túltorzított magasságban túltorzított kép, de ugye körülbelül az a helyzet, hogyha a Föld tengereit, vagy a Földön kitett kis poharakra rakott vizeket, azoknak a felszínét, amelyek beállnak valami potenciál felületekre, ezeket akarjuk összekötögetni, hát a tengereknél valami ilyesmi rajzolódik ki, a szárazföldeken meg hát valamit trükközni kell, hogy hogy fogjuk ezt majd lekövetni, ebben segít majd nekünk az Eötvös. Jó, és akkor ebből hát valami ilyesmi ki fog jönni. Most ez hogyan kell kiszámolni? Hát erre több módszer volt, volt egy gravitációs módszer, 1849-ben volt egy geodéziai módszer, 1880-ból. Magát a geoid felületet, tehát ezt a potenciál felületet, ami a középtenger szinthez a legjobban próbál illeszkedni, ezt 1872-ben Listing nevezte el geoidnak. Magát, hogy ez van, ezt Gauss írta le 1828-ban, nem gondolom azt, hogy németül kéne nekünk ezt végigolvasni, hogyha lefordítom, akkor ez jön ki belőle. Tehát ő azt mondja, hogy geometriai szempontból a földfelszín nem más, mint az a felület, amely mindenütt merüleges a helyi nehézségi erővonalra, és amelynek a tengerek felszíne egy részét alkotja. Majd utána közli velünk Gauss 1828-ban, hogy gyerekek, ez a dolog, ez nem bug, ez feature. Tehát, hogy ez nem valami kivételes dolog, amit én valamit rosszul mérek, hanem ez mindenhol így van. Sőt, igazából teszi hozzá, és nem tudom, arra még lesz idő és lelkesedés, hogy elmondja odáig is az előadást, hogy valójában miért van az, hogy ezt akár azon kéne csodálkoznunk, hogy a hatás nem ennél sokkal nagyobb. Tehát nem arról van szó, hogy itt most tulajdonképpen egy néhány szögmásodperccel billeg ki a függőleges. Ebből az következik, hogy néhány 10 méterrel esetleg eltér egy jó illeszkedő ellipszoidhoz képest ez a potenciál felület. Na most, amikor Eötvös ingáról beszélek, akkor ezt az inga szót ezt hadd húzzam át rögtön. Ugyanis többféle inga van, és eddig ugye beszéltünk a Huygensnek arról az ingájáról, ami így leng, tehát fölfüggesztem valahova, lelóg róla valami nehéz cucc, és ez elkezd lengeni egy függőleges síkban, és majd utána a végén persze nyilván a súrlódás miatt be fog állni arra, hogy őt lóg lefele függőlegesen arra, merre a helyi függőleges mutat. Az Eötvös inga az nem ilyen. Az Eötvös ingát tulajdonképpen egyik másik nyelven sem ingának mondanám, hanem mérlegnek mondanám, sőt a magyar fizikai irodalom is kezdi már ezt átvenni, tehát Coulomb mérleg, Eötvös mérleg, ezt inkább így kellene mondani, nem? Itt ingatja a fejét a Cserti József, hogy ez nem így van. Jó lenne, ha így lenne. Szeretném. Igen, szeretném. Tehát például angolul is, persze, angolul is azt mondjuk, hogy pendulum,
meg Balance. Ugye németül is van Wagen, meg van Pendel. Ugye ez teljesen mások. De mi ez a másik? Ez a másik az, hogy lelógatok persze itt is egy szálat, aztán persze az ötvös ingában majd az alját is lekötözöm, mert az nagyon nem kell, hogy még így is ingjon nekem. Ugye ott van ez a mérleg, annak a végén ott a két próbatest, és amikor oda közelítek hozzá valami más testet a kulom vagy a kemendés kísérletben, akkor be fog állni valamilyen viszintes síkban elmozdulva, valamilyen új egyensúlyi helyzetbe, amelyet egyrészt befolyásol az, hogy kívülről milyen erők hatnak rá, tehát hogy mekkora annak a tömegnek a hatása, meg az, hogy itt ennek a torziós szálnak mi a torziós nyomatéka. Vagy hát nem tudom, ezt hogy mondják fizikusul. Én mondjuk, amikor ez eszembe jut, akkor a torziós baszogatanciája. Már bocsánat, nem jut jól szóval az eszembe. Na most ez volt az ötvösnek az első ingája, hogy tulajdonképpen, vagy mérlege, ezt tulajdonképpen úgy is lehet használni, hogy én nem teszhetek oda mellé próbatestet, hanem beteszem a Földnek az általam ismeretlen, de hát nem gömb és nem is ellipszoid szimmetrikus nehézségi erőterébe, és nézem, hogy hová lő be. És ezt ő azért csinálta először, hogy a kísérlet innen indult, hogy talán még pontosabban meg is tudjuk határozni ezt a univerzális gravitációs állandót, mint ahogy ezt a Cavendish is megtette. Az ötvös egy nagyon akkurátus valaki volt. Tehát neki elég nehéz kideríteni azt, hogy mit miért csinált, mert ő ténylegesen, amit aztán publikált, az a veleje, a lényege, amit tényleg én mértem, az most akkor itt van, tessék, nézzétek, és utánam lehet csinálni. Tehát ő egy nagyon precíz ember volt, és nagyon akkurátus és konzervatív szemléletű tudományos publikációkat követett. Tehát az, hogy ezt ő miért csinált, ez nem annyira volt mindig összefoglalva, hogy mi volt ennek az eredeti indítéka. És aztán utána jött az igazán zseniális gondolat, hogy az egyik próbatömeget, az egyik próbatestet, azt lehetséges, hogy nem is ezen a mérlegen kell elhelyezni, hanem lejjebb eresztem mondjuk egy méterrel. És ez miért érdekes? Mert innentől kezdve én nem csak azt tudom megmondani, hogy ennek a potenciál felületnek a görbülete merre mutat a vízszintes síkban, hanem esetleg azt is meg tudom mondani, hogy ez függőlegesen lefele, ez hogyan fog változni. Tehát én hirtelen ezeknek az egymás alatti potenciál felületeknek több tulajdonságát meg tudom határozni, hadd ne mondjam ötvös mátrixot majd itt megpróbálok fölírni, amelyből, hát ennek a 9 lehetőségből a 6-ot ebből meg is tudok határozni ezzel az Ingvar egyenlettel. És ott van maga az ötvös inga, vagy ötvös mérleg, és itt ugye arról van szó, és itt most már mutogatok ezzel a lövöldözővel. Melyik? Itt tudok mutogatni? Aha. Jó, tehát itt azt tessék megnézni, hogy itt van egy ilyen lefele, meg még egy ilyen lefele. Ez arról van szó, hogy két inga van egymással szembefordítva. Tehát itt van az egyiknek a teteje, és itt az alja, és vele szembefordítva itt van a másiknak a teteje, és a másiknak az alja, és akkor így egyszerre két mérést is el tudok végezni, egymással szembefordítva. És akkor itt ugye a tényleges mérési adat, hogy hova fog beállni egyensúly állapotban majd ez a lelógatott mérleg, vagy ilyen függőleges inga. És persze ezt hát nem nagyon érdemes közel menni hozzá, mert ha én oda megyek mellé, akkor az én tömegem azért már elég nagy ahhoz, hogy egy ilyen finom műszert elforgasson. Tehát amikor itt a Sághegyen mérnek ötvösék, ugye itt van maga ötvös, akkor az történik, hogy itt egy távcsövön keresztül nézi azt, hogy ott bent abban a sátorban, amit azért állítottak föl, hogy a hőmozgása lehető meg a fölmelegedése lehető legkevésbé zavarja ezt a kísérletet, ott éppen merre áll az a kinagyított kis sáv, tehát itt igazából ezen a skálán, itt, hogy le tudjam olvasni, hogy mit mutat a jel, azt ő egy távcsővel fogja itt megnézni. Jó, tehát így mérnek. Na most persze ilyenkorra már felvetődik a kérdés, hogy nekünk geofizikusoknak miért olyan marha érdekes ez, hogy itt mit tudunk leolvasni. Meg hogy a geodétáknak miért olyan marha érdekes ez, hogy itt mit tudunk leolvasni. Nekünk geofizikusoknak azért fontos ez, mert a gravitációs térben, amit ott helyről helyre le tudok olvasni egy adott területen, ott valahogy kódolva van az, hogy a felszín alatt mi van lent. Nézzük meg, itt van egy geológiai szerkezet, itt van a felszín, és alatta itt van valami
keményebb és valószínűleg sűrűbb kőnek a fölboltozódása a fölötte levő lazább és kevésbé sűrű üledékek alatt. Na most ahhoz, hogy én ezt megtudjam, az akkori eszközökkel körülbelül két dolgot csinálhattam. Az egyik az, hogy lefúrtam sok helyen, hát ez egy drága dolog. A fúrás az mindig drága volt, ma is az. Ma is igyekszünk mindenféle más geofizikai trükköket bedobni, hogy ezt elkerüljük. És a másik az akkor éppen ez volt az első eszköz. Korábban nem is volt ilyen eszközünk, amivel ezt meg tudtuk volna mondani, de például ugye Zelei Gábor kollégám az előbb emlegette Egbelt, ahol október közepén lesz egy konferencia, ugye ma Szlovákiában beli, ez itt a mai cseh-szlovák határ, ugye korábban ugye a Nagy-Magyarország és Csehország határa volt a Morva folyó, ennek vagyunk a magyar, illetve ma szlovák oldalán, és akkor itt nagyon sok ilyen mérést elvégeztünk, és akkor ebből ki lehet rajzolni azt, hogy az a bizonyos felület, amelynek úgy az egész földre kiterjedő részét, mint geoidot fölrajzoltam a pár diával ezelőtt, annak ott egy kicsi darabja az mennyi, az hogy is áll. És hogyha itt valahogy megtalálom ennek a nyomát, hogy van valahol egy ilyen boltozódás, jé, milyen érdekes, itt van egy ilyen boltozódás, akkor utána itt van, hogy oil well, tehát később itt megfúrták és megtalálták benne az olajat. 1915-ben. Tehát első világháború alatt idején vagyunk itt, ekkor az olaj még azért annyira nem számított, mint majd a másodikban, de azért már figyeltek rá. Tehát a sármási gázmezőt már föltárták, ezt már föltárták, és ugyanilyen módszerekkel követték ezt. 1915 az első ötvös ingás, de hát nyugodtan mondhatom az első alkalmazott geofizikai eredmény, hogy valamit felszíni fizikai mérésekkel megtaláltunk egy geológiai szerkezetet, és abba belefúrva följött az olaj. Hát ez azért egy elég komoly eredmény, és Ötvös Loránd nevéhez fűződik. És persze, amit itt föltárunk, ez a felület, ez ennek a geoidnak, ennek a krumploidnak egy ilyen kis része, egy ilyen kis 5x5 kilométeres darabja, de hát hogy az egész föltárható ezzel, csak nagyon sokat kéne hozzá mérni. Hát azóta azért más eszközökkel történik ez. Ötvös ugye, mint akadémikus megfogalmazta maga szerepét, és hát ebben az ő magyarságát is erősen kiemelte, hogy ő tulajdonképpen ennek a kenyéradó magyar alföldnek, ami hát kimegyünk a felszínen, hát ez egy eléggé sík dolog. Ha nagyon belenagyítunk, akkor persze nem teljesen sík, de azért egy első ránézésre leginkább sík dolog, ebben semmilyen geológiát első ránézésre nem fogunk látni. És ő azt mondja, hogy ő nagyon szeretné ezzel a műszerrel fölmérni ezt a nagy magyar rónát, ezt a kenyéradó magyar rónát, hogy mi van alatta. Hogy alatta biztos ott eltemetett hegységek vannak. Hát ő belelátja. És ugyan már nem érte meg, mert 1919-ben, ugye elég idős volt már, és hát a spanyolnál is tarolt akkoriban, eltávozott, de valóban a mai geológiai térképek már föltárják, és részben ötvös ingával tárták fel az 1940-es évekig azt, hogy valóban itt vannak ezek az eltemetett hegységek, amelyeknek a gravitációs hatását lehet látni a felszínen. És ezt ő 1901-ben mint tervet kitűzi maga elé, hát már nem ő maga elé, de a nemzet elé kitűzve sikerült. Na most ennek, amit itt Egbelnél mutatok, ennek persze geodéziai jelentősége is volt, hiszen itt ennek az ábrának a bal oldalán egy 1844-es Helmert könyvből ő a geodézia, tehát a földmérésnek, a felső geodéziának, tehát a földalak meghatározásnak az akkori legnagyobb alakja volt, és azóta is a legnagyobbak között tartjuk számon. Ő ezt megmondta, hogy ezt leginkább úgy lehetne megtudni, hogy hol is áll ez a potenciál felület, tehát a tengerszínnek az alakja, hogyha Berlinbe azt mondom, hogy innen elindulok, és itt van mondjuk egy nullának kinevezett szint, akkor elindulok oldalt, és mindig nézem, hogy ilyen háromszögelési adatokból, meg csillagászati adatokból megmondva, a kettőnek az eltérése az szögmásodpercben mennyi, ennek a vonalintegráját, hogyha szépen hozzáadom ahhoz a nullához, ami Berlinben van, akkor mire elérek, mit tudom, Lipcsébe, mennyi lesz ott. És hirtelen erre jön egy Ötvös Loránd, és azt mondja, hogy ezt nem kell így ilyen bonyolultan lemérni, ezt van nekem egy műszerem, ami ezt direktben meg tudja mondani, és akkor itt kirajzolja nekem ezt, hogyha sok helyen mérek ott azon a részen, nem csak egy vonal mentén, hanem egész felületet összebírok rakni, és nagyon lehet ennek örülni. Na most ezt Helmert 1906-ban tudja meg közvetlenül Ötvös Lorántól, amikor a Nemzetközi Földmérés, a mai Geodézi Uniónak az elődje Budapesten tartja a világkonferenciáját, és itt találkoznak végre. Ötvös elmondja előadását először németül a
a konferencián, és akkor a sikere lesz, hogy hát leginkább németül beszél, ugye akkoriban a művelt magyar tudományos közösség, hát német-magyar bilingvis volt az osztrák-magyar monarchia miatt, de hát sokan akkoriban még ezt főleg nyugaton nem értették, inkább a francia volt a tudományos közösség nyelve, tehát külön visszatapsolták az ötvöst, hogy akkor legyen szíves franciául is elmondani az előadását délután, hogy mindenki megértse, és akkor aztán hát a Helmert megértette németül is, de hirtelen leesett, hogy ez mekkora nagy dolog. Ez olyannyira így van, hogy 1910-ben a Helmertnek a nagy összefoglaló könyvében már ott van benne a hivatkozás, hogy Eötvös Loránd ezt közvetlenül mérhetővé tette. Na most nekem itt egy pillanat, megnézem az órámat, mert a viszonylag hosszú bevezető után, meg az én kicsit unalmas eddigiem után, nézem, mennyire csillognak a szemek, ugyanis tudok még, ha már itt arról volt szó, hogy holdra szállásnak is ma, hát ha nem is a 100., de az 50. évfordulója van ebben az évben, akkor van ennek még egy másik vetülete, nevezetesen az, hogy miért ilyen kicsi ez a hatás, hogy Eötvösnek a műszerei kelljenek hozzá. Ugye hát az alkalmazott geofizikát azt mutattam, és bocsánat, igen, ezt még nem mutattam, hogy ez miért érdekes ma nekünk. Én a kicsit palifogó előadás összefoglalomban azt mondtam, hogy a mai mobilos applikációk, tehát a mai GPS applikációk is használják az eötvösféle eredményeket. Tehát azt, hogy a geoid az mennyiben tér el a globálisan legjobban illeszkedő ellipszoidtól, ezt a GPS-eknek használni kell. Ugyanis a GPS-ek azok csak annyit tudnak nekem megmondani, hogy egy földközéppontú XYZ koordináta rendszerben hol vagyok én. Ezt meg tudják mondani. Ezzel az információval sokra nem megyek. Aztán ezt lefordítják földrajzi szélességre és hosszúságra, ezzel már sok mindenre megyek, ezt már el tudom helyezni térképen, tehát azt már tudom, hogy Budapest az kb. 47,5 fok észak és kb. 19 fok keletre Greenwichtől, és akkor még mellé kell tenni a tengerszint feletti magasságomat. Na most ugye a társaság egy része remélem, hogy elmegy a hétvégén a fizisajtra, és akkor ott fognak kirándulni a Gyulával, és akkor ott például elő fog az jönni, hogy én milyen magasan vagyok a tengerszinthez képest. Na most jelentem, hogy a GPS-t ezt alapból nem tudja. A GPS azt fogja tudni megmondani, hogy milyen távol vagyok a tömegközéponttól, ezzel megint nem megyek sokra, hogy most 6374 km és hány méter sokra megyek vele, amikor a térkép azt mondja, hogy a tengerszint fölött hol vagyok. Ezt persze le tudom fordítani egy szép ellipszoid fölötti magasságra, de ez még mindig nem ugyanaz, mint a tengerszint feletti magasság. A különbséget a geoidnak az ellipszoidtól eltérése mutatja, és ennek a közép-európai térképét mutatom meg. Ezt sokféle módon ki lehet számolni, de például, ahogy most Magyarországon számolják, ebbe az eötvös ingás mérési eredményeket is szépen bele szokták szuszakolni a Műszaki Egyetemen a Tóth Gyuláék és a Völgyesi Lajosék. Jó, tehát azért ma is van ennek hatása, és a mai telefonos applikációinkban is használjuk ezt. Na de miért ilyen kicsi ez a hatás a Földön, és miért nem olyan nagy, mint mondjuk a Holdon? Az Apollo 8 tracking adataiból, mi volt az Apollo 8? Ugye 11 szállt le, ezt tudjuk, tehát azon volt rajta az Armstrong meg az Aldrin. A 8 az mivel volt első? Ezt tudja valaki? 68 decemberében, karácsonykor pont, ott a Bormann valamit a hold körüli pályáról mondott a Bibliából, és ezt nagyon sokan hallották, és nagyon sokaknak megmaradt. Ugye ők voltak az első emberek, akik a holdat megkerülték. Tehát az Armstrongék voltak az első, akik leszálltak, és a Bormann Lovell Anders 3-as volt az első, aki elrepült oda, és megkerülte 10-szer a holdat, és visszajött. Na most, amikor ők keringtek a hold körül, akkor innen a Földről nézték a pályájukat, hogy most éppen hol vannak, és ebből összeraktak egy hold gravitációs térképet. Tehát hol mentek gyorsabban, mint a szokásos, hol mentek lassabban, mint a szokásos. Miért volt ez olyan érdekes nekik? Azért volt érdekes, mert utána tudták, hogy majd jön a 9, az csak földkörüli pálya volt, meg a 10, az majd kipróbálják a holdkompot holdkörüli pályán, de még nem szállnak le, de a 11-től kezdve le fogunk szállni, vagy legalábbis megpróbálunk, 13 nem sikerült. És ha le fogunk szállni, most tessék figyelni picit, akkor én nem csak leszállok, de vissza is akarok jönni. A 10-es azért nem szállt le, mert le még csak le tudott volna szállni, vissza nem tudott volna jönni. Tehát nem tudta volna elérni az ott levő hajtóanyaggal azt a holdkörüli pályát, ahol várt volna rá az anyaűrhajó. Jó, 11-estől már el tudjuk érni. De nagyon spiccen volt a dolog. Tehát nagyon kellett arra figyelni, hogy ilyen század
méter per szekundum négyzetnyi gyorsulás különbségek vagy ezredek is számítottak, és hirtelen kiderült az Apollo 8-as adatokból, hogy basszus, és van ilyen. Sokkal nagyobb differenciák vannak a Hold gravitációs terében, mint a Föld gravitációs terében. Ez most a mostani adat, tehát azért a felénk levő oldal, ott a bal oldalon, meg a tőlünk távoli oldal a jobb oldalon, és felénk levő oldalon azért ott vannak a tengerekben olyan helyek, ahol marha nagy a gravitációs tér, tehát itt tényleg is olyan 1 század differencia van a kettő között már arányaiban. Ez azt jelenti, hogy mi keressük azokat a helyeket a leszálláshoz, ahol sík, hát az első azért lehetőleg olyan helyes szálljon le, ahol sík, ahol ezzel nem kell foglalkozni, de ezektől maradjunk távol. Ezeket maszkonoknak hívták, ezek lunar mass concentration, ezek a maszkonok, hogy ezeket nem szabad megcélozni, nem itt szállunk majd le. Ugye, tehát az Apollo 11 az ugye valahol majd itt száll le a nyugalom tengerén, de azért ettől legyünk távol. Jó, tehát hoppá, azért itt vannak olyan dolgok, ugye hát ez abból ered, hogy a Holdnak teljesen más a belső szerkezete, mint a Földnek, tehát a Hold azért kapott egy bombázást később a kialakulása után mindenféle meteorokból, többek között nagy vasmeteorokból is, ezeknek a nyoma van itt, és a Föld nem kapott. Valószínűleg a Föld is kapott, csak azzal valami történt, ami itt történt, ott meg nem. Ugye a Marson is vannak ilyenek. A Hold és a Föld közötti átmenet átlagában, a hatásában. És igen, ennek az oka az viszont már az a geofizika, ami hát igazából Eötvös Loránd után kezdett el ilyen értelemben kialakulni, hogy igen, a Földön van olyan, hogy lemeztektonika, a Földön van olyan, hogy kőzetburok, és a kőzetburok alatt van egy viszonylag képlékeny felsőköpeny, ami, hogyha jól megküldöm egy vasgolyóval a Földet kívülről, akkor utána képes arra, hogy ezt először is a úszási egyensúlyjal, ezt úgy hívják, hogy izosztázia, ezt kiegyenlítse ennek a hatását, másodszor is ugye föl tudja forralni és el tudja keverni azt a vasanyagot, amelyik ugye megérkezik föntről. Tehát tulajdonképpen az a hatás, hogy itt a vastagabb, nehezebb kéreg az úgy jobban bele tud tehénkedni, jobban rá tud tehénkedni az alatta levő kicsit folyékonyságra hajlamos, kicsit viszkózusabb asztenoszférára, és ez nincs meg a Holdon. Tehát a Hold az elejétől a rögtön merev, vagy nagyon kevéssé rugalmas csak, de semmiképpen nincs benne ilyen úszási egyensúlyt, ilyen izosztáziát megengedő rész. A Földön megvan. De ez a különbség kettő között. És ez tompítja annyira a hatásokat, hogy az eötvös féle mérési pontosságra igenis szükség van ahhoz, hogyha ezt a gyakorlatban akarjuk mérni és használni. A Holdon ugye a maszkonokat akár olyan durva módszerrel is meg lehet határozni, innen a Földről távcsővel követem az Apollo 8 keringését. És 1828-ban ez Gauss még nem tudta, és ezért mondta azt, hogy ő meg van lepődve, hogy miért ilyen kicsi a függvényon elhajlás. Ő azt gondolta, hogy sokkal nagyobb lehetne ez. Persze lehetne, hogyha nem úszunk gyakorlatilag az asztenoszférán az egész kőzetburok. És aztán utána az eötvös féle mérési pontosságot egy Felix Andries Weening-Meynes nevű holland geofizikus a tengeren megismételte. Már mértek az 1910-es években is a tengeren G-t, de Isten igazából ez akkor lett hatásos, amikor a Weening-Meynes elkérte a holland haditengerészet egyik tenger alattjáróját, és akkor azzal mértek. Ez miért érdekes? Hát azért, mert a tenger alattjáró nem imbolyog így, ahogy a hullámok dobálják, hanem az tud szépen nyugodtan, viszonylag jó nyugodt álláspontot biztosítani egy gravimétrnek, és akkor azzal elég pontos méréseket lehet végezni. Aztán az amerikaiaktól is kért el ilyen tenger alattjárókat, és ezzel hát ilyen lemeztektonikai értelemben nagyon aktív területeken végzett méréseket. Ugye itt azt mondtam, hogy Holland volt, hát a Jáva szigete, meg Szumátra szigete, az ugye Indonézia akkor még holland gyarmat volt az 1930-as években, tehát itt végzett méréseket, és ez amerikai tengeralattjárókkal pedig itt a Karib szigeteken, hát is látszik, hogy ez lemeztektonikai szempontból aktív. Tehát ezeket szépen fölmérték, és akkor a gravitációs mérések igazolták azt, amit már sejteni lehetett, hogy valóban ilyen úszási egyensúlyt biztosító lemeztektonika működik a Földön, és most már tudjuk, hogy ezek a lemezek, ezek tényleg léteznek, és merrefele mozognak. Ezeknek a létezése, és az ebből következő izosztázia jelensége
mondja azt, hogy miért kell a Földön az ötvösi pontossággal mérni a gravitációt, és miért nem elég a holdi nagyon durva eszközökkel, vagy a marsi köztes eszközökkel. De persze az egész mögött ott áll ötvösnek ez a zsenialitása, és ez a nagyon aprólékos, nagyon ügyes munkája, ami az ő Coulomb mérlegét beállítja úgy, hogy gravitációs mérésekre nyersen kutató pontossággal is használni lehessen. Tisztelt hallgatóság, nagyon szépen köszönöm a figyelmet!